A Szent István napbővebb programokkal zajlik majd, mint eddig. Színesebb lesz a Városnapja, amely ezúttal a protokollális rendezvény mellett kulturális kínálatokat is tartalmaz, hangzott el a sajtótájékoztatón. A Városnapi alkalmával adják át Szekszárd kitüntető díjait is. Meg kell tisztelni azokat az embereket, akik folyamatosan egy életmunkája során Szekszárdon maradandót alkottak, azoknak az embereknek a tiszteletbe tartása és a kitüntetése az nélkülözhetetlen feladat. A Városnapján egy különleges akcióra is sor kerül, melynek Kindl Gábor producer a kijötlője. Közösségi videoklip készítésére hívjuk fel a szekszárdiak és nem szekszárdiak figyelmét, melynek a lényege az, hogy egy olyan dalt készítünk, ami a Hol járt az éjjel címnek, a Madár című népdalra épül, melynek elkészül a rock és a rap változata, és ebből készül egy mix, és erre szeretnénk egy videoklipet készíteni, amit majd 28-án mutatunk be. Ehhez várják az alkotók a 8 és 20 másodperc közötti bármely eszközzel elkészített snitteket Szekszárd emblematikus épületeinek felhasználásával úgy, hogy a képeken személyek is megjelenjenek. A sajtótájékoztató legfontosabb bejelentése, hogy lesz a megszokott születi programsor időpontjában fesztivál, mely a Szekszárdi őszi fesztivál nevet viseli majd. Helyszíne a Béla Király tér lesz, ahová csak védettségi igazolvány felmutatásával lehet majd belépni. Éppen ezért nekünk a város főterét így le kell kordonoznunk, de több ezer fő befogadására alkalmas területet hozunk létre. Nagy színpadon neves fellépők, mint Magna Cum Laude, mint KFT, mint ismerős arcok, Szekeres Adrien, muzsikás együttes és számos helyi vagy máshonnan ismert kiváló fellépő. A zárt területen működik majd az Ízek utcája, és kaphatóak lesznek több helyszínen szekszárdi borok is. A programban párhuzamosan pedig a borászok újra megszervezik a Nyitott Pincék akciót. Mindhárom esemény részletes programja megtekinthető a Babits Kulturális Központ internetes felületein.